Szívem lelkem beleadta, vegyétek meg! Megcsináltam. Békés cukrász tanuló diákok kínálták kenyérrel és kalácssal az általános iskolás gyerekeket a szekszárdi Gadai téren. A nem mindennapi akcióra a kenyér és élelmezés világnapja kapcsán került sor. Termékeket mutatunk be, a Pék cukrász tanulóink mutatnak be különböző kenyérféléket, illetve kóstolót is tartanak, saját készítésű kekszet is hoztak, mert a Pék cukrász szakmához ez is hozzátartozik. Ezen kívül az érdeklődő óvodásoknak, iskolásoknak fűszerismereti bemutatót tartanak, fűszerekkel ismerkedhetnek, ugye ez is egy alapanyag a kenyérgyártásnak. A svájci székhelyű Pékek Világszövetsége 2001-es kongresszusán döntött úgy, hogy október 16-a legyen a kenyér világnapja. A mostani kezdeményezéshez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is csatlakozott. Mind a kettő olyan világnap, amihez az Agrárgazdasági Kamara méltóképpen tud csatlakozni. Nagyon jó a kapcsolatunk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, nagyon sok rendezvényünket támogatják, és elég szoros az együttműködésünk. Ez elengedhetetlen abból a szempontból, hogy minőségi szakmai oktatást tudjunk biztosítani a tanulóinknak. A Kamara minden évben szervezőként vesz részt a Magyarok Kenyere programban, aminek során idén a gazdák több mint 10 tonna búzával támogatták a rászorulókat. Ez is a kenyérről szól, a jótékonykodásról szól, az adományozásról szól. A Kenyér Világnapján is úgy ünnepelnek a pékek, hogy adományoznak az általuk megsütött kenyérből és az általuk megsütött péksüteményekből. A Magyarok Kenyere program is hasonló módon, karitatív módon működik. Mi is adományozunk, és az általunk megadományozott civil szervezetek pedig eljuttatják azokhoz a rászoruló családokhoz a megyei gazdálkodók által összeadott lisztet, akik tulajdonképpen erre rászorulnak. Vendégedőt Tolna megyei elnök azt mondja, öröm látni, hogy még a nehézségek ellenére is ilyen segítőkészek a Tolna megyei mezőgazdászok. A gazdálkodóknak az aratás mindig egy ünnepnap, ez így volt a nyáron is, bár az az igazság, hogy az idei évet nagyon sújtotta az asszály, tehát kevesebb termést takarítottunk be, ez a nyári kalászos aratásra is vonatkozott, és vonatkozik most az őszi. Azt gondolom, hogy a kukoricát még inkább sújtja, és a napraforgót ez az asszályos időjárás, de a gazdálkodóknak a jó szíve, a jó szándéka, a jó indulata révén tudtunk az idei évben is hasonló eredményeket hoztunk, mint akár egy sokkal szerencsésebb időjárási körülmények között zajló gazdálkodási évben. A Kenyér Világnapján országszerte jótékonysági és kóstoltatási programokkal készültek a szervezők.